most azt feltételezem magamról, hogy, hogy nekem jó humorom van. Mondjuk ki. Igen, mondjuk ki, hogy azt gondolom saját magam. Én a saját viccemben tudok a legnagyobbat nevetni, de ugye ellenfogva nem is értem, hogy ki az, aki azt gondolja, hogy nincs jó humorom, érted? Igen, nincs. Ez nem, nincs. Te van, őrültek el a világ, érted? Hebe húgy, őrültek mindenhol. Szabad az autó. Hello. Állíts be magad, igen. Nem, igen. Úgy, hogy itt nem. Hát itt nem rám számítottak ebben. Nem, mindjárt, hanem megkérdezem, megkérdezem a Sanyit, hogy nézze meg, hogy benne maradtál a képbe. Sanyi, megnézed, hogy az Eszter benne maradt a képbe, mert hátra tolta az ülést, tudod, ülés. Mert hogy sok láb. Hát nehéz lenne kikomponálja. Ezt benne hagyjuk, hát, ezt meg tudom csinálni. Igen. Szerepelsz így is. Jó, jó, és a mellé jön kívül más is. Látnak az emberek, hogy... Hát, nem bármint. Hát... Látszanak. Jól van, az de más is látszik, a fejed is. Hát, csalódott vagyok. Nem ezt mondták. Nem ezt mondták. Mit ígértek? Azt mondták, hogy ha nagyon kedves ezek hozzád, akkor kapok egy fuvart. Volt már koccanás? Induljunk már innen. Nem, még, majd most. Egy kis retteg is fogadtál. Minden rendben lesz. Nekem volt már koccanásom több is, de még velem utazó elviszlek magammal vendéget nem törtem össze. Komfortosan érzed magad? Nagyon komfort. Hosszú lábhelyek vannak, ami nagyon ritka az esetemben is. Hát ez nagyon érdekes érzés. Hát igen, ez a hosszú lábúak élete, én már csak tudom. A törpördög, megiszol. Törpördög, törpördög. Így, így. Ez nekem sosem probléma. Na, végre, itt van Ráskó Eszter. Yes. So far so good. So far so good, és viszlek a életed egyik fontos helyszínéből a másikra, mert hogy te itt dolgozol a belvárosban, mint HR vezető. Ez pontosan ugye? Így van, így van. Készültem. Vigyázz, hogy nekik van elsőségük, és ezt mindig be szokták hajtani, olyan mocskok. Ja, onnan jobb oldalra. Igen, előbukkannak. Láttam a periférikus látásom, hogy nem jön semmi. Az nagyon jó, ha van. Hogy, na, ilyenkor, amikor mondjuk én most a Duna Színházba viszlek, és még délután 2 óra, vagy ilyenkor neked el kell kéreckedned a főnököttől, hogy a másik életedet élhess, de kicsit? Olyannyira el kell kéreckednem, hogy most fél nap szabadságon vagyok, és... A hátralévő szabadságon mennyisége kritikus, tehát így ezt csak az irányi dolgozók érzik. Igen, én is úgy gondolom, hogy megtisztellek. Nem tudom, hogy fogok felnőni ehhez a feladathoz, hogy ne érezd úgy, hogy elvesztegetted a fél nap szabadságodat. Hát figyelj, ezzel majd még dolgozunk, hogy akkor ezt kiegészítsük. Viszont azt mondd el nekem, hogy, hogy viselik ők azt, hogy te itten kérlek szépen egyre inkább ismert és népszerű humorista asszony avanzsáltálsz, mert hogy ez egy ilyen folyamatos jelen. Hát ez egy nagyon pozitív feltételezés. Igen, köszönöm szépen, nagyon jól viselik. A főnököm behívott egyszer az irodájába, és mondta, hogy hát Eszter, az van, hogy, de ezt ilyen azt mondom, hogy látom, hogy tehetséges vagy. Abban, amit csinálsz, vagy a humorban? A humorban. Igen. El fogunk téged veszíteni, de tudd, hogy én mindig támogatni foglak. És mondom neki, hogy engem most kell támogatnod, nem amikor elveszítettél. Nem, nagyon aranyosak, meg nagyon-nagyon jó fej kollégáim vannak, az egész cég szuper jó fej. Ugye ez egy banki szoftverekkel, informatikával igen. Foglalkozó cég, aminél abszolút ilyen sztereotipikus gondolkodásra hozzáállva, aminél távolabb a, mondjuk a humorista léttől, meg az egész... Szóval, hogy a stand-up világtól talán nem is lehet állni, nem? Vagy ezt, hát azért ez olyan, hogy ez szerintem aki dolgozik, vagy dolgozott valahogy szoftverfejlesztők, azt tudja, hogy nekik amúgy jó humoruk van, de ilyen speckú humoruk, tehát ez ilyen úgynevezett geek humor, uh-huh. hogy azért szeretik megfogni az ilyen apró eltéréseket minden szituációban, és azon ércelődni, de amúgy tehát nem mondanám, hogy tehát egyáltalán nincs arról szó, hogy nincs humoruk, sőt. Jó, nem is ezt próbáltam mondani, csak hogy nagyon, nagyon másnak képzeli az ember laikusként. Ja, hát a szandázokni, az híres standard ezzel kapcsolatban, szerintem, amit hisznek az emberek, de mivel mi a belvárosban dolgozunk, azért nálunk ilyen igyekeznek összekapni magukat. Hát, van néhány papucsos kollega, de ők azért kompenzálják ezt azzal, hogy szuper okosak, meg hogy szuper jó fejek. És eljönnek, vagy elmennek megnézni téged? Hát van, amikor így random felbukkannak.
fenn a pofájukat. De hogy ezt nem szeretem annyira, mert azért van egy éles különbség egy HR, mert a HR-es az olyan, mintha lelkész lenne egyfajta. Neki nincsenek érzései, nincsenek, tehát nincsen személyes, nem ismerjük őt személyesen igazából. A stand-up az meg egy nagyon személyes műfaj, tehát az meg csak a saját félelmeidről beszélsz, csak a saját bizonytalanságaidról beszélsz, és ennyire nem szeretem őket beengedni, plusz azért ott elengedem magam, tehát hogy van egy csomó ilyen obszcénnak mondható trágár része is ennek a szitunak. Nem mondod. Nem tudom. Egész este Ráskó stand-upot néztem, és alig bírtam elaludni. Ez ilyen horrorisztikus élmény volt, de örökre. Majd a terápiádban besegítek, egy 10%-on állok belőle. Nem, de az tény, hogy valamit nagyon tud az, akit nem lehet ott hagyni a YouTube-on, hanem akkor még egyet, és még egyet, és még egyet meg akarsz nézni. Jó. És szerintem ez jó. Szerintem ez kell egyrészt, másrészt meg, hogy szerinted miért kezdtek el rád kapni? Mi működik nálad? Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt hiszem, abban reménykedem, hogy azért, mert kicsit felszabadító lakhatok az emberekre azzal kapcsolatban, hogy látványosan nem roskadok össze az élet és a saját súlyom alatt. És szerintem... Pedig hát ugye minden okom meg lenne erre. Én abban bízom, hogy nem, tehát hogy úgy adok nekik inspirációt, hogy pusztán élem a saját valómat, tehát ezt szeretném. Mert ugye én itt viccelődöm ezzel, csak hogy azok kedvéért mondom el, akik esetleg véletlenül még nem ismernek téged, mert hogy szerintem, nekem van egy ilyen teóriám rólad, hogy szerintem te így egy-másfél éven belül leszel igazán nagy. Most a kövérek érdekvédelmi egyesülete már szerintem a klaviatúrán tartja az ujjait, és engem ők feljelentenek. Nem úgy értem, hanem úgy értem, hogy az ismertségben, abban, hogy a mainstream nem jó felé, de jó felé. Nagyon jó felé, de én erre szoktam hazajárni, ezt nagyon jól csinálom. Nagyon jól csinálom. Na, de most tényleg, hogy szerintem ugye egyre több helyen lehet téged látni, egyre több helyre hívnak el, mennek az interjúk, az RTL Klubtól kezdve az Indexen keresztül a VMN-ig. Ugye legutóbb a VMN-e, csak a legjobb. Igen, ezt akartam kiprovokálni, nem? Hanem, hogy kezd veled beindulni a szekér, úgyhogy amit a főnököd mond, azért ez nem egy valóságtól elrugaszkodott dolog, hogy hát ők téged el fognak veszíteni. Én szeretném azt hinni, hogy nem elrugaszkodott a valóságtól, de azt nem tudom, nem látom magam előtt még, hogy nem dolgozom. Tehát így azt, ami velem kapcsolatban egy fontos dolog, hogy én egy alapvetően kreatív embernek gondolom magam, viszont emellett nekem nagy szükségem a rendszerre, és az, hogy legyen miért reggel fel kell időben is felöltözni, és elmenni otthonról, és akkor ott csinálni valamit, aminek van produktuma, és ez szerintem sokat számít. Tehát, és emellett tudok így kreatív lenni. Úgyhogy én ettől még egyenlőre félek, hogy mi lesz a család. Elengedni az állandót? Hát, az állandóság az annyira nem fontos számomra, inkább az, hogy azt mondanám, hogy ez az ilyen keretek. A struktúrált létezés, hogy én nagyon szeretek szabadságon lenni, én nagyon szeretek nem dolgozni, az a szuper jó dolog. Viszont van az elmémnek, vagy a mentális állapotomnak egy ilyen sötét zuga, hogyha nagyon nincsenek meg a kereteim, akkor egy idő után elkezd így anarchistává válni, és akkor megszűnik ez a komfort érzetem, amitől amúgy szimpatikus vagyok az emberek számára szerintem. De tudod egyébként képzelni azt, hogy egyszer majd csak eljön majd a sikernek, a keresettségnek humoristaként az a szintje, hogy ez kénytelen leszel ezt a döntést meghozni? Tehát ez a jövőképedben benne van? Én azt nagyon élvezném, hogyha egyszer lennék annyira elfoglalt humorista, hogy nem tudnék dolgozni egy munkahelyen, meg az egy a világ legjobb visszajelzése lenne, viszont én még soha életemben nem csináltam csak egy dolgot egyszerre. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy úgy működöm, hogy mindig van két-három ilyen side projektem mellette, hogy úgy ki legyen elégítve az agyam. Aha. És például most ugye szoktam írni cikkeket, szoktam ugye fellépni, mellettem ugye dolgozok teljes munkaidőben egy cégnél, és emellett még ugye van magánéletem, meg híznom a macskámat, meg ugye van barátom, nem is tudom, hogyan nevezzem 7 év után az ember, hogy nevezi a párkapcsolatát. Nem férjed, hanem... Kandúrnak szoktam hívni, hát nagyon ideges. Kandúrod, jaj, de jól hangzik. Van kandúrom, amikor nem Szabózét viszem a hátamon a szigeten, akkor egy kandúrral lakom együtt otthon 7 éve. És hogy ezekre, meg ugye van egy családom Nyíregyházán, tehát hogy így sok-sok dolog van, ki vagyok maxolva, és emberek még szeretek pihenni is, tehát ilyen pervez vagyok.
És azt mióta tudod, hogy vicces lány vagy? Hát ez egy ilyen born to be dolog szerintem. Azt nem, tehát hogy ez nem sose tudatos szerintem senkinél. Tehát hogy én úgy olyan ilyen temperamentummal születtem, hogy én már akkor beszéltem, amikor nem tudtam beszélni, tudod így gagyogva, így mondtam apáméknek a tutit, meg így kacaráztam, meg hát minden fénykép, ami maradt rólam, azon az látszik, hogy vagy eszek, és ilyen nagyon nyálas az egész arcom, tehát egyáltalán semmi vonzó nem volt velem gyerekként, vagy pedig teli szájjal magyarázok valamit, tehát hogy úgy jelen voltam már gyerekként is. És az, hogy nem zavar, ha fel kell lépned, mert az egy dolog, hogy az ember a családi körben ő a bohóc, meg tartja a videókamerát, ja, meg kommentál. Nálunk mindenki bohóc. Az egész család, nem az, hogy bohóc, inkább azt mondom, hogy nálunk mindenki egy karakter, egy erős karakter. Mm-hmm. Tehát azért otthon ez nincs annyira jelen, mint mondjuk máshol, mert ott nincsen ekkora terepe ennek összességében. De milyen a te családod? Kikből áll? Ugye nyíregyháziak vagytok. Igen, igen. Hát, honnan jössz te? Honnan jön Ráskó Eszter? Édes Jézus, hát gondoltam, hogy sok mindenre fogunk beszélni, de erre nem számítottam. Örülök, hogy megmondtad. Igen, hát nyíregyháza vagyok, és én vagyok a legkisebb gyerek. Hány a szó van? Nem szoros értelmében, mert bizonyos értelemben én vagyok a legnagyobb gyermek. Úgy van, hogy van egy nővérem, meg volt egy bátyám, és én vagyok a legkisebb, meg van egy édesanyám, meg az édesapám, és... Hát édesapám mérnök, egy céget vezet Nyíregyházán, édesanyám meg most éppen az ingatlan bizniszben tevékenykedik, igen, utazik. Én csak remélem, hogy nem a maffia részéről, hogy nem az ukránokkal fogott össze, és éppen ilyen nagy lakáskedési bizonyjáig. Mondjuk kiváló materia lenne egy jó stand-uphoz, hogyha... Abszolút. Amit nagyon fontos tudni azt mondani, hogy édesapám nagyon magas és vékony, és édesanyám meg ennek pont az ellentéte. Aha. Tehát, hogy egy pici asszony, és kerekded formákat öltött. És így lettél te? És így lettem én. A legjobbakat hoztam, úgy érzem, hogy ezt így érdemes örökölni. Azt mondtad egyszer, hogy aki humor eszközéhez folyamodik, az volt már nagyon mélyen. És hogy nem véletlen az, hogy oda menekül, azt használja, az az ő csatornája mindenféle bajainak kivezetésére. Igen. Mikor voltál te nagyon mélyen? Én gyakorlatilag nagyon mélyen vagyok. Most, hogy ideig kellett, én nem. Hát, most, hogy családodról kell beszélni, mindjárt ügyelapozok, nyugi. Igen, nagyon ügyes vagy. Szóval, tudom, annyira érzem, hogy tudod, hogy én mit fogok tudni. Na mindegy, azért csak mondja, tehát, hogy ez a kérdés. Akkor mágusok beszélgetnek. Szóval, hogy igen, ez azt gondolom, hogy az, akinek jó humora van, és most azt feltételezem magamról, hogy nekem jó humorom van. Mondjuk ki. Igen, mondjuk ki, hogy azt gondolom saját magam. Én a saját viccemben tudok a legnagyobbakat nevetni, de ennek fogva nem is értem, hogy ki az, aki azt gondolja, hogy nincs jó humorom, érted? Igen, nincs. Ez nem, nincs. Te van, őrültek el a világ, érted? Hebehúgya őrültek mindenhol. Na mindegy, és az a lényeg, hogy nyilván emellett van egy intenzív érzelmi életem, ami azt jelenti, hogy voltak durva dolgok így a múltamban. Heroin, a kokó, amikor még bankokat kellett, hogy raboljak a kenyérért. Nem, amúgy, jó, hát nyilván ilyen nem volt, mert Nyíregyházán laktam, és ott még nagyon bank sincsen, de a kokót meg nem is ismerik. Igen. Szóval, hogy nem, hát voltak nagy drámák az életemben, de hogy is mondjam, annyira nem szeretném erre kiegyezni az én jelenségemet, hogy én miért voltam. Meg hogy egyszer elmondtad a VMN-esten kijött belőled a fiú testőre története, hogy őt elvesztettétek, illetve az előbb múlt időt használtam vele kapcsolatban, de nem kell ebbe vájkálni. Én hogy volt egy ezt a részét, hogy most... Tehát nem, hogy miből lettél te, azért annak ez fontos része. Jó, én elmestem akkor az én és a bátyám történetét, mert szerintem ez vele kapcsolatban nagyon fontos. Tényleg. Figyelj, lehet, hogy egy ponton túl majd azt fogják látni, nézzük, hogy te eltűnsz az autóval, én meg az ukrán határ felé hajtok egy Volkswagennel, de ettől függetlenül ezt szívesen elmondom. Szóval, hogy én nagyon szeretem a bátyámat, és azt gondolom, hogy ha volt valaha példaképem, akkor ő az volt, mert szuper szórakoztató, szuper jó ember volt minden szinten, tehát emberileg, amit egy ember megvalósított, ő mindenből a legjobbat hozta, és ő egy motorbalesetnek lett az áldozata, ami hát egyrészt egy tragikus hirtelenség, így szokták ezt megfogalmazni az újságokban, másrészt pedig egy olyan törés a család részére, vagy a család életében, amiből azért kevesen szoktak úgy felállni, hogy nem marad nagyon durva hiányérzet, vagy nagyon durva, hogy is mondjam, sebb hely a helyén, és azt gondolom, hogy ezt tehát szinte lehetetlen. 10 éve történt, most 2007-ben, és hogy ez nagyon-nagyon durva volt, viszont az nagyon fontos, hogy a humorom
nem ebből fakad, mert hogy ugye 30 éves vagyok, és a bátyának is rettenetesen jó humora volt, amikor főleg az olyan jellegű komédiákat szerettem, amikor én sírok a végén, tehát hogy így különböző verések és ilyen absztrakt bántalmazások, de hát nyilván 3 éve volt idősen nálam, tehát hogy az így akkoriban ez dívik, hogy így valami legyen. Ezzel kapcsolatban például van egy nagyon jó történet, hogy jártunk ugye felkészítőre, hogy menjünk első áldozni, és ott elmondták, hogy na hát végignézték, fel kell tűnni a listára, hogy kinek milyen bűnei vannak. Ugye gyerekek, 10 évesek, és akkor mindenki szépen megírta, és akkor a papi felvette, elolvasta, Ferinél pont a bátyámra át, és mondja, ezt tudjátok, hogy ez is bűnnek számít, hogyha megveritek a húgotokat. És ugye a bátyám kér egy tollat, tudod, hogy most még ez így rá kell írni, van egy kis azért. És akkor ugye volt nagy gyónás, meg mindenki elégették a bűneiket, és hazajött, és ezt úgy ünnepeltek, hogy jól megvert, tudod. Hát, hogy máshogy. Persze. Szóval rettenetesen idegesítettem őt, de hogy amúgy nagyon-nagyon szerettük egymást, és hogy ez erre nem volt senki felkészülve. Meg nem is lehet, viszont amit ő nagyon tudott, az hogy nagyon tudott élni. Tehát így tényleg rettenetesen sok barátja volt, rettenetesen sok mindent csinált, nagyon-nagyon-nagyon szerették, és ő is mindenkit nagyon-nagyon szeretett. És egyszer sose felejtem el, hogy volt egy ilyen, hát van ez a tinédzserkori, nem is tudom, ilyen depresszió, aztán ez mindenki keresztül vagy nem, amikor így sok sírás, indokolatlanul, sok hormon. Igen, néha nem is tudod, hogy most itt át fogok engedni néhány embernek. Jó, csak nyugodtan. Meg az autót, aki oda. Igen, gyertek csak. Teljesen meglepődtek, hogy elengedik őket. Igen, hát egy kicsit hülyének néznek. Ez nem, zugló, vagy nem is tudom, hogy de én biztos ilyen misé vagyok, ilyen csodabogár, hogy úgyis zöldrend számos, akkor ez biztos hülye. Igen. Mondják ők. Na igen. És hogy is, tehát, na igen, szóval, hogy volt ez a korszakom, sok sírás, igen, fiúk, érzelmek, ki vagyok, mit akarok egyáltalán, és pont így volt egy ilyen síró görcsöm, és egy autóban ültünk, a bátyám vezetett, és kérdezte, hogy mégis mi bajom van, tényleg már rettenesen fárasztott ez a dolog, és akkor elkezdtem hüppögve mondani, hogy mi van, és akkor elkezdett rögni, hogy úristen, és így elkezdett kiparadizálni ilyen rettenetesen jól, és akkor megértettem azt, hogy úristen, mennyire igaza van, és mennyire nem erről szól az élet. Hol van ő benned most? Tehát a mindennapjaidban mikor jön elő, azon kívül, amikor én itt elkezdek ebbe vájkálni, azon kívül hol inspirál, meg hogy mi az, amit mondjuk így... Hát a gyászmunkának ez egy olyan stáció, amiben most vagyok, ami eddig szerintem így a legromantikusabb, mondjuk úgy, mert akinek volt már ilyen jellegű tapasztalás, az tudja, hogy azért sok stáción keresztül megy az ember a dűtől, tényleg így a teljes nihilig, és most abban vagyok, hogy úgy van egy speckó kapcsolatom a halállal, hogy így rendben vagyunk már egymással, mert tudom, hogy nyilván nem fogom tudni én se elkerülni, meg a halál, amikor az ember megkóstolja így a végtelent, tehát hogy pontosabban ezt a végességét az életnek, az a nagy durva lenyelni ezt a falatot, hogy akkor, hát haver, így te akármit véghez vihet az életben, a végén úgyis csak egy porhüvely leszel egy temetőben valahol, amit aztán vagy látogatnak, vagy nem. És tényleg ide tartozik mindenki, tehát a tudósoktól kezdve az előadó művészeken keresztül a HR-esekig, tényleg mindenki ide tartozik, és azért ez durva ezt úgy felfogni. Másrészt meg úgy, hogy ezen keresztül mentem, sok voltam pánikbeteg, voltak nehéz időszakok. Tényleg azt olvastam, hogy 6 éve vagy mikor volt valamilyen elég csúnya történet. Hát nem volt annyira csúnya szerintem keresztül, mert ez az, beszéljük meg, hogy a humoristák miért hülyék. Az a durva, hogy amikor elmentem pszichológusnak, akkor azt mondták, hogy csak én nekem mondok, nem kell sokat beszélnem. Majd te elmondod. Ennyi. Kérdeznem sem nagyon. Igen. Vagy amikor elmentem pszichológusnak, akkor azt mondták, hogy mindenki, aki pszichológusnak mondja, az hülye, azért, mert a problémája nem tudja megoldani. És akkor nekem még nem volt. És akkor utána elmentek humoristának, azok mennek humoristának, akik tele vannak fájdalommal, depressziósak, mentálisan labilisek. Jó, akkor már egy pszichológus humoristaként így teljesen bele kell állnom ebben, nem? Tehát így hétvégénként nyulakat nyúzok és sírok a folyó vérükben, tehát így csak ebben tudok megnyugást találni. Na de szóval az a lényeg, hogy most úgy vagyok, hogy jól vagyunk egymással, hogy tudom őt szeretni úgy, hogy nincs köztünk, és hogy tudom nyugodtan várni így az eljövendő dolgokat, amit az élethoz. És ez most nagyon jó, azért sok nagyon hosszú időszak volt, amikor nem ezt éreztem. Viszont az, hogy rendkívül előzékenyen nyomom a parancsoljon, csak nem jön. Én azt hiszem, hogy egy ilyennel fogsz jönni, értem, hogy egy ilyen kis buszra. Azt mondtad, hogy jöjjek nagy autóval, ezért mondtam, hogy akkor nem az appot kérjük,
De egyezünk ki egy golfban. Nagyon cuki vagy. Ez jó. Jól jártunk. Igen. Szóval, hogy alapvetően nekem az a benyomásom rólad, hogy te úgy nagyon rendben vagy magad. Tehát úgy meg vagy érkezve magadhoz, ilyen hülyén kifejezve. Tehát, hogy rendben vagy magaddal. Önmagam középpontjában vagyok. Igen, igen, ezt biztos így mondják a pszichók, akkor ezek de, szerint. Mi csak így hívjuk egymást, hogy a pszichók. De hogy ez nem lenne törvényszerű, mert amit mondasz, hogy te ilyen felszabadító jelenség vagy sokaknak, meg egy csomó tabusítást elengedhetnek rajtad keresztül az emberek. A testalkatottól kezdve a vidékiség, mit tudom én, Szabolcsból kerültem Budapestre téma, és a többi, és a többi. Úgy szeretem, ezt csak a pestiek csinálják ez különben, az a vidékről a Pestre kerültem dolog. Én kaposvári vagyok, bocs. Figyelj át, nem is tudom, hogy létezik egyáltalán Kaposvár, nem csak úgy kitalálták. Hogy... De én nekem még az emlékeimben mindenképp, és még egy olyan hónapja, amikor otthon voltam, még állt. Úgyhogy létezik. De nem, tehát hogy ez sok embert frusztrál, meg sok ember ismerek, aki itt él, és sose találja meg a helyét, és itt van 25 éve. Na, nem csak ez. Csak azt tudod, hogy hol vannak a McDonald's-ok elhelyezve, tudod, hogy be tudod tájolni magad. Nem, de... Na, de hogy ezt a megérkezettséget te így érzed, meg tudatosan éled meg magadban, vagy egyszerűen csak... Nem, vagy nem. Érzem, abszolút érzem. Nyugodt vagyok. Igen, ez nyugodt vagy. Igen, nyugodt vagyok. Tök igen. Nyugodt vagy. Hát na, hogyha valamire megtanítja az embert egy közeli hozzátartozó halála, szerintem az, hogy így a pizicsári problémák az életben mennyire nem számítanak. Mm. És amikor egyetemre jártam, hogy mentünk vizsgázni, és a folyosón ülve zokogtak a lányok, hogy nem fognak átmenni, nem tudom milyen vizsgálni, és hogy úristen, mi fog történni, ájultak el sorba, tehát mindenki így stresszett, de azáltal még ott álltam, és nem értettem, hogy mégis mi bajuk van, mert így ez ahhoz képest, amin keresztül megyek éppen, valójában odabent, az így tényleg egy semmi. És így ez azt hiszem egy olyan margó az ember életében, hogy ha ahhoz hasonlítasz bármilyen problémát az életben, akkor így eltörpül nagyon durván mellette. És azért vagyok nyugodt igazából, mert most egy csomó olyan dolgot szeretek, vagy olyan dolgot csinálok, amit szeretek, és jó emberekkel vagyok körülvéve, meg így optimálisan élem az életet. Tehát amikor elmentem erre a tehetségkutatóra 28 éves koromban. Igen, ez nem volt olyan régen azért. 2016-ban álltál először stand-uposként színpadon. Így van, pontosan. És azért ez akkor már nekem volt egzisztenciám, akkor már ugye HR vezető volt ennél a cégnél, meg ez kicsit görögyös ez az út, itt megcsuklik a hangom. Mindjárt lejövünk, ha iszéről rossz illesztésekről parancsolj. És hogy mindenki kérdezte, hogy miért csinálom ezt, hogy itt vagyok, hogy diplomás vagyok, meg hogy van egy csomó lehetőségem, és hogy most belefogni valamibe, ami akár ilyen nagyon romboló hatásra is lehet az életedre, meg egyáltalán, hogy mi lesz így. És én azt éreztem, akkor, amikor még nem stand-upoltam, meg nem volt meg ez a közeg, hogy nem élem úgy az életemet, ahogy élnem kellene. Hogy nem, hogy ez még nem, ez nincs kész, ez ebben valami nagyon hiányzik, és van az ilyen plusz, amit minden sejtemmel vágytam, és amikor már a barátom észrevette rajtam ezt, hogy így nem vagyok már az a színes ember, aki amúgy szoktam lenni, akkor azt mondta, hogy menjek, csináljam, tényleg így mi bajom lehet, meg mit veszíthetek, és akkor elmentem, és csináltam, és most itt vagyok, és... Hát nyilván ez is tök nehéz, mert rögös út azért. Szóval hát meg egy, nem egy egyszerű társaság, nem? Nem. Hogy hogyan fogadtak ők a Duma Színház társulata, mondjuk, nem vagy társulati tag? Nem, még nem. A maguk közé. Tehát hol vagy te ott közöttük? Hova tesznek téged? Hát ez egy érdekes kérdés amúgy, mert ugye többen kezdtünk így ifjoncok ebben a csapatban, és az első időszak az arról szólt, hogy nem próbáltak meg szerintem megismerni, vagy megszeretni, mert nem tudták, hogy meddig leszek itt. Mert szerintem sok nőnek volt már fellángolása, hogy akkor ő most humorista lesz, de hogy az, aki kitartom, aki szeretné ezt csinálni, meg akinek mondjuk van ehhez mondjuk valamiféle affinitása is, az kevés. Uh-huh. És aztán látták, hogy úgy csak nem megyek úgy sehová, és hogy ezt így akarom csinálni, meg talán nem is vagyok teljesen hülye hozzá, és akkor elkezdtek megismerni, és szerintem amúgy nagyon aranyos emberek ők. Tehát, hogy nyilván vannak ilyen furcsaságok, meg én alapvetően 45 évestől felfelé lévő sikeres üzletemberekkel vagyok körülve a hétköznapokban, akik teljes értékű partnerként kezelnek engem,
és ezért én, nekem ez sose volt nehézség, hogy így beilleszkedni ilyen közökbe. És, nem voltál soha mondjuk megilletődve egy, nem tudom, egy kőhalmitól, egy litkaitól? Kőhalmitól nem voltam, litkaitól sem voltam, a bödőstől attól rettenetesen, figyelj, az kemény volt. Na jó, de az annak mások van. Szerintem beszéljük meg az elefánt a szobában, az autóban, Bödőcs Tibor. Hol van Tibi? Szóval Tibi már szeptember 13-án adásba került. Igen, sajnos, ez fáj nekem a legjobban, mert szerintem itt még elfértünk volna néhányan, és hova ütetted Tibi? Volna Tibit? Igen. Szóval, hogy a Tibivel találkozni az egy durva dolog volt, mert a többiekre meg volt beszélve, számítottam, hogy lesz egy példa, amikor találkozni fogunk. Uh-huh. És a Tibi egy külföldi stand-uposnak a fellépése után futottunk össze egy testületileg vele, és hát akkor láttam élőben ezt az embert, aki eddig csak egy nagyon intelligens, nagyon, nagyon tehetséges, kicsit ilyen, nem is tudom, mi a jó szó Tibire, hogy egy kicsit ilyen félszeg, nem? Vagy nem is tudom, így van egy ilyen... Igen, félszeg, gátlásosnak tűnik. Igen, de hogy olyan cukor, olyan, mint egy, tényleg mai napig, amikor néz az előadás, tényleg olyan, mint egy ilyen bölcsész, ilyen informatikus keveréke lenne, hogy van benne valamiféle ilyen kis... Na, az informatikához nem ért. Igen, az nyilván, de hogy az attitűdje megjelenése. De az attitűs, igen, az igen. Na, mindegy, és hogy ő... Hogy vele egy összefogott, és ehelyett, amire számítottam, ott volt egy rettenetesen sármos férfi, aki magas is, szikár is, és tényleg aranyszínű aurája van, nem tudom, nem látok ilyesmit, de hogy tényleg ott állt szőkesége, és tényleg azt mondom, hogy ez nagyon durva ez a csávó, ez nagyon durva. Nem, de szóval tőle megilletettem. Rajongásod a tetőfokára hágott? Figyelj, nem is rajongtam érte. Ezen a ponton kezdtem el rajongani érte. Megszületett a rajongásod? Igen. Nem, az volt benne, hogy azért nem tudom, nem volt meg ez az ilyen, nem tudom, ez az impresszióm, hogy milyen ember így összességében. És kezdek, hogy igen, nagyon durva, ilyen soma mohagésással válni, nem tudom, hogy neki mondom, ezt így el kell folytani. Na, de hogy nem az a lényeg. Hát figyelj, majd, hogyha nem is tudom, hogy melyik műsorban mesélt a soma mohagés az orális szex közben, nem bekövetkezett, nem tudom, milyen fontos pszichés felismeréseiről, de hát ha el akarod mondani, akkor nem készültem erre a témára, de nem vagyok semmi jónak a közelrontója. Figyelj, nem tudom, hogy mit tudnál nekem adni ebben a helyzetben. Szeretnél találkozni Istennel? Nem, de hogy nem. Természetesen nem. Szeretnék, lenne hozzá néhány kérdés. Az a lényeg, hogy milyen körülmények között lehet ezt elérni. De nem ez a lényeg. Mondod. Nem ez a lényeg, Kriszta. Mondd hát, a lényeget, Eszter, meg. Most már tényleg. Na, szóval, hogy igen, megilletődtem tőle, és volt egy nagyon vicces beszélgetésünk, ő bemutatkozott, teljesen tudatlanul, hogy akkor ő Tibi, és én meg mondtam neki, hogy én szívesen beszélgetnék veled, de nagyon zavarba vagyok most, úgyhogy nem tudok, és mondta, hogy jó, akkor üljünk le mind a ketten egy asztalhoz, és leültünk két teljesen másik asztalhoz. Ja. és így leültünk két másik asztalhoz, aztán elköszöntünk hasonlóan nagyon kínosan, és aztán mondtam, hogy hát akkor oké, és ez kb. Egy fél éve volt. És azóta nem is találkoztatok Tibivel? Nem, teljesen más a beosztásunk. Ezt tudom, akkor tényleg egyszerűen összekel titeket. Majd egy ilyen Balázsú keretein belül, hogy elhúzzátok a falatosokat Tibi. Egy ilyen békítő show, de az... Igen, de szóval még mert így tesz abszolút egy infantilis rajongás, tehát a hajtincsét még nem szereztem meg a többieken keresztül, és nincsenek semmilyen családalapító terveim vele kapcsolatban. Másrészt nem csak megrémíteni tudnám. Úgyhogy ez az egyetlen dolog, ami mondjuk érdekes pár lennétek. Én nem is gondolkodom, hogy milyen pár lennénk, én csak azt tudom, hogy mit évül lennék. Úristen, na jó! Most a vizuális típusú nézőinktől elnézést kérek a most bennük kialakult képét. Igazán én ezt élvezem a legjobban az egész világban, így embereket indokolatlan. Igen, így ezt nagyon szeretem. Igen. Annyira jó. Egy pillanatig se volt kérdés számodra az, hogy a testalkatoddal viccelj. Ja, hát én nagyon sokat viccelek a testalkatommal, rám is kellett szólni. Tényleg? Litkai mondta, hogy hát ez rettenetesen szórakoztató, talán maga iróniájával, de hogy így, hogy erre, tehát hogy ebből van egy ilyen mennyiség, amit ha elérsz, akkor közben már így senkit nem érdekel. Jó, hogy attól féltek, igen. Hogy mondjuk ez gyorsan kiég ez a téma belőle. Nem, ez tök unalmas, hogy most nem lesz mint a kövér csaj, aki a kövér poénokat tolja, mert egy idő után szimpatikussá válsz, akarva-akaratlanul, és akkor utána már azt látják, hogy miért bántod magad, és ezt szoktam érezni a közönségen, hogy ami nekem belefér és vicces, azt ők már, akkor már szeretnek engem, és ugye most már ne bántsam magam, tessék ezt a bármilyen. De arra ez egy jó eszköz, hogy megszeressenek, nem? Mert tökéletlen vagy, úgymond. Ez kicsit ilyen bibliai lenne, hogy igen. De nem az, hanem az, hogy az ember kiáll, és azt mondja, hogy valami, ami úgy is látszik rajta, tessék,
Igen, nevén nevezem, kövérnek nevezed magad, nem, mit tudom én, eufemisztikusan fogalmazol ezzel kapcsolatban, hanem... Ja, persze, meg szerintem ez olyan, ez a király ruhája, tudod, hogy most így mondhatom azt, hogy jó, hát tudod, hogy egy kis husi vagyok, meg ez, és akkor közben ott ül, hát 130 kilósra, és akkor próbálja ezt így valahogy így puhítani ezt a dolgot, de ez nem, valóságban nem működik, meg ugye én Litkai Gergő iskolájába járok a humor terén, és hogy ez is az első leckén elmondta, hogy ha valami szembetűnően egyértelmű, mondjuk, hogy kopasz vagy, hogy kövér vagy, hogy öreg vagy, hogy büdös vagy, akkor arról mindenféleképpen beszélni kell, mert a közönség nem hülye, nem lehet őket átverni, hogy na látod, nem látod egyáltalán, hanem akkor azt szóval kezdeni, és akkor lendüljünk túl rajta, hogy tudjanak utána a mondandódra figyelni. Világos. És ez a mágiája ennek a dolognak. De amúgy meg engem nem, tehát nem érzem ezt kellemetlennek, ezt a dolgot. Mindig azt szokták kérdezni tőlem, hogy én hogyan tettem túl magam ezen. Ja, de ezt mondjuk ez nem benült fel, mert nem tudod, miért nem? Azért. Na. Aztán majd elmondod, ha akarod, hogy mi a standard válaszod erre. Jó. A standard kérdésre. Mert amikor én téged nézlek a színpadon, akkor tényleg vannak kövéres poénok, de nem arra épül csak a dolog egyrészt, és másrészt én körülbelül 5 perc után már nem egy kövér vicces lányt látok, hanem egy vicces lányt látok. Egy vicces embert látok. Igen, mert addigra kezdenek el hatni az effektek, amiket rám teszem. Addigra szokom meg a szűrőt, a photoshopot. Nem, de érted? Tehát, hogy és ennek megint csak ahhoz van köze, hogy te jól vagy. Mit mondtál, hol vagy? Önmagad középpontjában vagy. És hogy ezzel ennek a dolognak, a testalkatodnak a te életedben nincs túldimenzionált szerepe. Nincsen, sajnos, ugye én magas is vagyok, tehát hogy nem is az van, hogy egy cuki kis kövér lányok, hanem tényleg én egy ilyen egri várvédő asszonyként vagyok jelen ebben a mai valóságban, és abból is a torkosabbik fajta. És aki többször belekóstolt a gulyásleves, amit ráöntötték a törökökre, de hogy egyszerűen én így nőttem fel, tehát mindig nagy voltam, mindig magas volt, és mindig kifelé tekintettem, és sose volt az, hogy ott állt, és azt mondjam, hogy most merjek, nem merjek, mert az ember egyszer él, lehet, hogy nincsenek létjogosultsága, hogy így filozofáljunk ilyen dolgokon, hogy vagyok elég jó külsőleg ahhoz, hogy így befogadjon egy társadalom, ahol igazából soha senki nem lesz elég jó. Tehát, hogy ezt el kell engedni. Szóval ez itt a Duma Színház. Nem mondod? Nem számítottatok erre. Nem, itt, kicsit meglepsz. Igen, és igen. Milyen volt itt először? Az nagyon izgalmas volt, mert egy tehetségkutatón léptünk fel, és akkor sok más izguló, fiatal tehetséggel itt... Hogy itt vették föl a Comedy Centralos, ahol engem felfedeztek. Fedezős műsor. Engem kicsit már előtte is felfedeztek, csak akkor még beszarjú voltam, és akkor nem futottam neki ennek a dolognak. De aztán nekifutottam, és nem bántam most meg. Kellett 5 év, hogy feldolgozzam, hogy ez most így történik. Ha megmutatod a backstage-et? Jó, szóval ez itt a nézőtér. Most azért járok furcsán, mert belétel rágom, és próbálom semmi baj, mert a Sándor meg tapasztani. Föl. Ott van, hagyd az egész a Balázs. Kis barátodat, már nem azt mondtad. Igen. Balázsra együtt kezdtünk. Ő is tehetséges, ifjú humorista, akárcsak én. Annyi a különbség, hogy én 30 éves vagyok, ő pedig 20 éves. Most pont megjelen. Egy teljesen jelentételen különbség. Ő pedig Csanád, aki... Szia! A készfogás puszi. Csanád, aki pedig a technikáért felelős ezekben a percekben. És menjünk hátra. Ez a Fidelito, itt lehet minket gyakran látni. Ja, ez itt a Fidelio. De azért csak fokasztat, hogy nem lenne, jó, ez így jó. Ez itt a Fidelio, ami egyáltalán nem a Fidelito, mert ez egy teljesen másik újság. És itt van előtt a Zoltán, aki nagyon tehetséges, nagyon híres, szuper jó humorista. És itt van a másik oldalon egy ugyanilyen szuper jó humorista, Tibor. Annyi különbséggel, hogy ő, nézd, Tibor. Hát az arany aurájú Tibor. Az arany aurájú Tibor, ezt soha nem fogom lemosni magamról, hogy valamilyen idióta vagyok, aki az aurákat éves, próbál igen. Látni. Aki átment ma magésába, amikor figyelj, Tiborról volt szó. Nagy munka volt. Na, hétköznapokban itt szoktunk feljönni, hogy hátulra egy ilyen nagyon szuper titkos helyen. Kedves igen. Balázs is itt szokott járni. Balázs azért hoztad, hogy mondja néha, hogy így van. Balázs van igazolásképpen, igen. Meg hogy nevessek, amikor Eszter mondaná viccesen. Értem. Pontosan. Meg a háttérbe fog mászkálni. Részes, te jön úgy, aki fontos része ennek a hallgatásnak. Vizsgai időszakban aludtam egyszer így, de csak délután. Mert vizsgáztam. Hova jársz, Balázs? Én Corvinusra járok ide a szomszédba, úgyhogy. Mit tanulsz? Közgazdaságtan.
Jó, hát az nem ez olyan meglepő akkor. Gazdálkodás is menedzsment. Ilyen mindenféle pénzügyekkel foglalkozunk, amiket nem értek még, és... De igazából humorista szeret, vagy nem szeretnél lenni, nem, nem vagy? Nem, szeret, azt szeretnék lenni, igen. Mindenképpen. Ez nagyon sokat fog még érni egyszer ez a felvétel, amikor majd a pehes álló Szabó Balázs itt vall az ő reményeiről és álmairól, ugyanis azt kell mondjam, hogy Balázs nagyon tehetséges. Még ez fáj is nekem egy kicsit. Nem igaz, hogy egyáltalán nem fáj. Köszönöm szépen. Na, szóval, hogy igen, itt szoktunk amúgy készülődni, ott vannak tükrök, ott mindenki szembenézett önön valójával, és ott, ott mögötte pedig a mosdólátó és a zuhanyzó, az is van. Sőt, még vasalni is lehet. Ezt kifejezetten a női előadóknak hozták ide, hogy a stresszt, amit a fellépés miatt éreznek, azt házi munkában hasznosan tudják belefolytani. Úgyhogy néha egy előtte kivasalunk néhány inget, meg készítünk néhány szendvicset a többi fellépőnek, de csak azért, hogy tartsuk a sztereotípiákat, ugye hát így. Édesanyja még sosem látott engem ilyen helyzetben. Ez csak akkor anya kedvéért. Igen. Úgyhogy itt szoktunk hesszelgetni, ezen a télen nézzük, hogy a többiek fellépnek a színpadon, amit mellettünk. És itt történnek a legjobb dolgok az egész világon, a legjobb beszélgetések és a legviccesebb pillanatok, úgyhogy ha lehet, akkor engem ide temessenek majd erre a linoleum alá. Oké, és mit írjanak a fejfedra? És akkor ezzel el is köszönök. De ez mit mondom? Puszi Tibi. Úgy féltem tőle, és még azt se tudtam, szóval fogalmam nem volt róla, hogy kell, s mint kell. És aztán, amikor a koncert végén, az első vagy a második előadás végén azt vettem észre, hogy itt nem zaj van a nézőtéren, hanem éneklik azt, amit én éneklek, akkor legközelebb felgyújtottam a nézőtéren a világítást, tehát nem sötétben ültek a nézők, és láttam, hogy kik ülnek ott, és mit csinálnak, és hogy azok velem énekelnek. És hát ez fantasztikus élmény volt, egy tökéletesen más közönség, mint a felnőtt közönség. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, akkor csatlakozol a vmn.hu YouTube csatornájához.